Sziasztok! Ismét bejelentkezés. Ugye most már itt a finishbe vagyunk nagyjából, tehát az ilyen apróságokat csináljuk ahhoz, hogy egy pár házat hivatalosan is meg tudjuk nyitni. Attól függetlenül, hogy voltak még vendégünk, de általában ilyen VIP-s vendégek voltak, akik ugye célirányosan mondjuk hozzánk jöttek, vagy volt nekik itt házuk. Van egy pár dolog még gyorsan, amit most addig megcsinálgatunk. Az egyik, az Clarinak az agymenése. Nem nagyon értem, hogy mire jó ez, de Clarinak biztos megvan rá, amiért mutatom. Most éppen füvet cserélünk. Ez valami kúszómászó fű. Mint egy Csak Rádió? Ez valami olyan, amit így elraksz, és akkor elkezd oldalra majd terebélyesedni. Ezt balira okozattuk még a füvet is, passzus most már. Közben még az összes, vagy a mi házainkat mindenféleképpen körbe akarom így venni ilyen lépcsőkkel. Ugye? Hogy körbe lehessen sétálni akkor is, amikor esett az eső és térdig érő sár van. Ugye, mert eddig ez készen volt, ez nem volt itt meg. Hát az eleje az már nagyon, nagyon elfogadható szerintem. Ugye ez, ezekkel már meg vagyunk. Most éppen ezt a házat rakjuk körbe térkővel. Ugye ezek a házak már be is vannak rendezve. Étterem ugye megvan. Hát ezt golfkocsinak hívják. Szerintem nem az. De golfkocsiként adták el. Ilyen elektromos kis autó, amivel ha megérkeztek, akkor el tudunk menni akár a házatokhoz. Pontosabban hát nem vendégeknek, hanem kimondott, inkább csomagoknak vettük. Ez hamarosan recepció lesz, még nyitásig nem valószínű, mert más tervünk is van vele. Ami nagyon nagy változás most. A parkolóba csinálunk egy nagy részt, aholva be lehet állni majd autókkal, ez le is lesz fedve. Lesz benne egy szerelőakna, amit éppen most ásnak és csinálnak. A bérelhető autók itt fognak állni fedett környezetben. Ugye ez kap egy szigetelés, majd vasal szigetelést. És itt el fog férni elég sok autó, meg elég sok motor. Főleg a mieinket akarjuk, amik bérelhetőek. Ezzel a konténer vagyunk gondol, hogy nehéz ahova akartuk vinni, de nem tudják most elvinni. El akartuk vinni YG-ra, de kimentek megnézni, és konténerszállító azt mondta, hogy ezt most egyelőre nem tudja bevállalni, mert az út az nagyon tönkrement az esős évszaktól. Ugye itt mindig az van, hogy esős évszak után lehet kávé mindent felújítani. Na, hát ez kivételével már a többi az készen van. Itt még jön egy kis fűírtás. És innentől kezdve szeretettel várunk mindenkit egy pár darab házzal, amik nagyon-nagyon szépek most már szerintem belülről is. Ha gondoljátok, akkor arról is csinálok majd legközelebb egy videót. Küldjetek egy ilyet, vagy valamit, hogy szeretnétek látni belülről is, és akkor meg tudom mutatni. Ugye körülbelül, hogyha szeretnétek ide jönni nyaralni, akkor ugye, jelenleg ilyen éjszakánként 20 000 forint magasságába kaptok meg. Alapvetően két személyes, de kettő felnőtt, kettő gyereknek is szerintem teljesen kényelmes. Vannak azok, amikben már négy főnek elegendő fekhely van, de alapjaiban azt mondanám, hogy két főre van. Hidegvíz, melegvíz, légkondi, internet. 6-7x8 méteres, tehát nem is olyan
olyan kicsi, ő a legkisebb házunk. És akkor utána vannak a luxus villák, amikről szintén fogok majd csinálni egy felvételt. Ott vannak a bérelhető autóknak egy része, ami éppen bent van. Itt a bár. Szóval jöhettek, várunk benneteket. Nem sokára Bookingon is lehet már foglalni. Éppen most ezen dolgozunk, weboldalon és Bookingos foglaláson is hamarosan. Hány darab ház körülbelül szerintem a jövő hónapban. Ilyen hónapban most azt mondja, hogy május, júni, július elején már szeretnénk akkor megnyitni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8 ház bérelhető lesz. Azért az már nem kevés. Ha csak két főben nézzük, az már elég szép. Na, még egyszer megmutatom, hogy milyen szépes itt a kis virágjaink. Házak előtt így fognak kinézni. Úgyhogy végre eljutottunk ide is. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel. Sziasztok!